Kedves hallgatóink, Washington DC-be vagyunk, a Kossuth házban, és itt Lacey Smith Annával, a Hungary Foundation igazgatónőjével beszélgetünk, a Hugo App applikációnak az elkészítőjével. Szervusz, Anna! Szervusz! Kedves Anna, az első kérdésem az, hogy hogy jutott eszébe az alapítványnak, illetve a vezetőségnek, hogy egy számítógépes, azaz egy telefonprogramot készítsetek. Miért született meg ez a gondolat? Hát a gondolat az már évek óta született meg. Dalnoki Ádám barátommal, a Mobile Engine vezetőjével gondolkoztunk azon már egy jó ideje, hogy hogyan lehetne egy olyan platformot létrehozni, ami amerikaiaknak, magyaroknak és amerikai magyarok számára is egy mindent megmutató térkép gyakorlatilag. Egy olyan gyűjtőpont, ahová bárki érdeklődésétől, hátterétől függetlenül rámehet és megtalálhatja azt, ami őt érdekli. Akár a saját lakóhelyszínén, akár egy kirándulás, tervezett kirándulás kapcsán, akár egy barátjának megmutatván azt, hogy Chicagóban például hol lehet a legfinomabb kürtös kalácsot enni. És ez az applikáció nem létezett, ez a térkép sem létezett. Különböző kisebb verziók, kisebb kaliberű verziók vannak. Ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a korábbi programjai, a Mikes Kelemen Juliánus program kapcsán már léteztek nagyon, nagyon komoly gyűjtések, a nagykövetségnek a honlapján most már egyre pontosabb gyűjtés létezik arról, hogy milyen amerikai-magyar szervezetek, amerikai-magyar iskolák vannak, de nem volt egy olyan platform, ami mindent integrál. Tehát ami az éttermeket, a történelmi helyszíneket, a magyar péket, a magyar orvost, a magyar fogorvost, bármi, ami magyar, integrálná. És ez egy jó hosszú gondolkodási folyamat, és hát nyilván fejlesztési folyamat volt, mire megszületett az a nagyon letisztult, nagyon egyszerű applikáció, amit reméljük, hogy minél többen fognak használni. Az applikációnak a neve Hugo. Kérlek, beszélj a nevéről, hogy találtátok ezt a nevet ki, és hogy hol lehet konkrétan megtalálni, akik érdeklődnek iránta, hol találják meg, milyen applikációról van konkrétan szó. A legegyszerűbben úgy találják meg, hogyha felmennek a hellohugo.hu honlapra, és onnan direkt le tudják tölteni, vagy az App Store-ból, hogyha Hello Hugo-ra rákeresnek, akkor ez az egyetlen, ami fennakad. Hugo úgy született meg, hogy gondolkoztunk azon, hogy mi az, ami a legegyszerűbben kifejezi azt, hogy Magyarországhoz is köthető a téma, és úgy a jövés-menéshez is köthető, úgyhogy ez kvázi a Hungary on the go szókapcsolatból jött össze, mint Hugo. Hugo ez egy kalandvágyó huszár, ugye ez is az ikonjának a dizájnja. És az ezzel a célunk, hogy kicsit azért a történelmi hátterére is az amerikai-magyar kapcsolatoknak utaljunk, lévén ugye hát itt 200 év közös történelemről van szó, hogyha Kovács Mihályig visszamegyünk, aki ugye magyar huszárként az amerikai függetlenségi háborúban erősítette az amerikai szabadság harcosoknak az ügyét, és hát Charlestonban esett el, és ennek kapcsán Hugo inspiráló alakja is maga egy Hugo ponttá válik, mert ugye most már, hogyha a Charleston térképét megnézzük most a Hugon, akkor ott meg is találjuk a Kovács Mihály emléktábláját, amit az amerikai-magyar szervezetek közül az egyik állított. Úgyhogy innen jön a kicsit történelmi, de azért nagyon modern, tudásvágyó, kalandvágyó figura, aki gyűjti folyamatosan a pontokat, és azokat a pontokat, amik magyar relevanciájúak. És a mi feladatunk, Bocskai Rádió hallgatói és nézői, és mindenki, aki az amerikai-magyar közösségben, amerikai barátaiktól kezdve a magyar ismerősőiken át hozzá tud ehhez tenni, hogy hozzá is tegyen. Tehát, hogyha valamit nem lát Hugon, valamit nem lát a térképen, azt adja hozzá. Igen, most beszéljünk egy nagyon keveset maga a programról, egy felületről, ha valaki felvisz egy adatot, vagy keres egy adatot, milyen adatokat kell felvigyen, mit kell hozzácsatoljon, hogy egy adat teljes legyen? A lehető legegyszerűbbé próbáltuk tenni, ugyanakkor informatívvá a felületet. Egy név kell, tehát mi az a hely, amiről szó van, nyilván egy fizikai cím, tehát csak online létező felületek, azok nem lehetnek behelyezve így Hugóval.
és egy webhely, hogyha van, ez nem kötelező, valamilyen leírás, hogyha az illető szeretne bármilyen leírást, egy mondatot, két mondatot, de ez sem kötelező, és egy fényképet, vagy egy ikont, vagy egy bármilyen illusztrációt, egy fotót, de ez sem kötelező. Tehát a legfontosabb az a fizikai cím, és maga a név, hogy miről van szó. A többit az bárki egyébként hozzáadhatja, és ez is érdekes. Tehát, hogyha mondjuk valaki jön, kell New Yorkban, és lát egy olyan helyet, ami már fenn van Hugon, de mondjuk egy új kiállítás van, vagy egy új tábla van kint a nyitvatartásra vonatkozóan, azt ő maga is fel tudja tenni. Úgyhogy ezáltal tényleg egy közösségi élményt szeretnénk nyújtani, és arra is buzdítanánk mindenkit, hogy adjon hozzá a saját tudását, azt adja hozzá ahhoz a térképhez és ahhoz a közösségi adatbázishoz, amit itt próbálunk építeni. Szóval már a program elindult, gondolom, hogy már vannak adatok is hozzácsatolva, és nem csak újakat lehet venni, hanem pótolni is, ha jól értettem a meglevőket. Milyen nyelven kell hozzá csatlakozni? Magyarul, angolul, vagy mind a kettő, vagy ki hogy szeretné? Igen, kezdettől fogva az volt a célunk, hogy minél szélesebb kört meg tudjunk ezáltal, az applikáció által szólítani, és ezért az angol nyelven, az angol nyelv mellett döntöttünk. Azt kérnénk a felhasználóktól is, hogy ehhez ragaszkodjanak, és próbálják angol nyelven bevinni azt, amit bevisznek. Nyilván nem hiba, hogyha a magyar nyelven van. Csak ezzel ugye kizárjuk azokat a felhasználókat, akik nem tudnak magyarul, vagy akiknek nem olyan jó a magyarja. És tényleg ezzel az applikációval szeretnénk megszólítani azt a réteget is, aki nincsen annyira integrálva az amerikai magyar közösségekre be, aki nem tud eljárni, vagy nem akar eljárni néptáncra, cserkészetbe. De hát ha fel tudunk bennük valami olyan magyarság tudatot vagy magyar érzést kelteni, amivel esetleg ehhez is kedvet kaphatna. Már körülbelül hány adat van felvezetve az adatbázisban? Most tartunk olyan 420-450 helynél, ami lehet étterem, lehet emléktábra, lehet pékség, lehet felhőkarcoló, amit magyarok építettek, lehet egy épületnek egy része, lehet szó itt olyanokról is, hogy mondjuk magyar ügyvéd valaki, és ezt, mert van egy szolgáltatás kategóriánk, tehát ebbe tényleg bármi belefér, a magyar fordítóktól kezdve, a magyar babysitteren át, bármi, magyar iskolák. A mi célunk nem az, tehát ennél egy jóval nagyobb adatbázisunk van nekünk az alapítványnál, a mi célunk nem az, hogy mi töltsünk fel mindent. Itt nekünk a célunk az, hogy a chicagóiak töltsék fel a chicagói helyeket, a clevelandiek töltsék fel a clevelandi helyeket, a San Franciscóiak a San Franciscói helyeket, a texasiak a texasi helyeket. Ugyanis a tudás az egy alapvetően helyi, e tekintetben egy helyi tudás. És minél közelebb van valaki az adott helyszínhez, annál pontosabb információval rendelkezik arról, hogy tényleg ott van-e az a hely, tényleg úgy néz-e ki, ahogy mondjuk fel van töltve, tényleg nyitva van-e, tényleg él-e még, és hogyha nem él, akkor miért érdemes elmenni mégis? Az adatokat valaki moderálja, valaki ellenőrzi, hogy igaz-e az, vagy ha véletlenül mégis hamis információ jutott fel, azt hogy lesz javítható, vagy valaki beküldhet-e egy üzenetet, hogy ez javításra szorul. Igen, tehát minden egyes helynél van egy kis piros zászló, amit hogyha helytelen információt tartalmaz az adott hely, vagy az adott bejegyzés, akkor azt lehet azonnal jelezni. És ott ki lehet szépen választani, hogy mi a probléma az adott helye, hogy nem létezik, vagy rossz kép tartozik hozzá, az nem is az a templom, vagy maga a helyszín az máshol van, vagy elköltözött, vagy a névben helytelen, bármilyen helytelen információ van, és ez azonnal befut hozzánk. Úgyhogy ezáltal így a közösséget próbáljuk arra inspirálni, és a közösséget próbáljuk arra kérni, hogy egy ilyen kvázi rendőr funkciót betöltsön. Mi nem akartuk ezt az admin funkciót, elsődleges admin funkciót ellátni, mert akkor borzasztóan lelassult volna az egész folyamat. A program, hogy el van készülve, körülbelül két heten működik, milyen adatmennyiség érkezett, hogy fogadja a közönség a programot, az applikációt?
Mondjuk úgy, hogy most már egy soft launchon vagyunk túl. A média kampányt, a social media kampányt azt ezen a héten kezdjük el igazából, tehát mondjuk majd egy hónap múlva tudom megmondani, hogy az igazi bevezető kampány hogy sikerült. Most már tucatjával jönnek az új helyek, tehát tényleg bármikor bemegyünk az admin felületre, akkor látjuk, hogy több mint 100 új regisztráló van, még csak múlt hét óta, tehát az érdeklődés az mindenféleképpen ott van, és nagyon-nagyon sok új helyet látunk a térképen. Azt is látjuk, hogy vannak olyan helyek, amik duplikálva vannak most már fent, tehát erre figyelni kell, hogy ami már fent van, azt ne adjuk hozzá, mert akkor nyilván csak saját magunknak okozunk konfúziót. De nagyon-nagyon örülünk bárminek, ami nincs fent, és ez lehet esemény is. Ez egy nagyon fontos kérdés volt és kérés volt az amerikai magyar szervezetek részéről, hogy legyen esemény funkció is. És ezáltal élővé tud válni maga az applikáció, tehát nem csak egy passzív térképről van szó, hanem hogyha adott esetben valaki mondjuk Clevelandben lakik, és a clevelandi vagy ohiói rendezvények érdeklik, akkor arról azonnal fog egy bejegyzést látni, és a saját telefonján fog kapni egy notification-t arról, hogy na, akkor egy új clevelandi vagy egy új ohiói esemény bejegyzésre került, és kaphat az eseményről remindereket is. Hallottam a sajtóközleményetekben, illetve olvastam, hogy egy versenyt is indítotok, amivel buzdítani szeretnétek a felhasználókat, hogy kapcsolódjanak a programhoz. Mi ez? Erről tájékoztassad a hallgatóinkat és a nézőinket is, kérlek szépen. Igen, a verseny lényege az, hogy április 15-éig bezárólag, aki a legeslegtöbb új helyet regisztrálja, és hely az itt esemény is lehet, valós esemény, az egy amerikai-magyar repülőjegyet kap, attól függően, hogy éppen Magyarországról adja hozzá a helyeket, akkor nyilván amerikai útról van szó, hogyha Amerikában van és Magyarországra szeretne menni, akkor magyarországi útról van szó. Tehát a repülőjegyet, a retúrt, azt mi álljuk egy választott időpontban. Ehhez pár dolog azért kell, tehát csak hogy az alapszabályok tiszták legyenek. Regisztrálnia kell nyilván a felületre, mert ott tudjuk végig nyomon követni, hogy hány helyet regisztrált. Az új helyeknek minden adatát ki kell tölteni, tehát minden kategóriát ki kell tölteni, képet is kell hozzáadni, és fontos az, hogy tényleg valós helyek legyenek, és már ne létezzen az applikációban a hely. Tehát háromszor, négyszer hozzáadni a Kossuth házat, ez nem fog repülőjegyet eredményezni. Nagyon érdekesnek tűnik, remélem, hogy nagyon sokan fognak csatlakozni a programhoz. Mit jelent nektek a siker? Mit szeretnétek elérni? Hány pontot szeretnétek, hogy feltüntessetek rajta? Van egy ilyen projekció, hogy hova szeretnétek eljutni egy hónapon belül, egy év múlva? Mi az igazi végső cél? Igen, hát most itt a koronavírus miatt azzal, hogy az emberek talán kevesebbet mozognak, de talán többet a saját lakókörnyezetükben, mert mindenkinek már azért elege van abból, hogy bent ül. Kicsit azért moderálni kellett a saját elvárásainkat, de úgy gondoltuk, hogy indítsuk el, aztán lesz, ami lesz. Mi szeretnénk, hogyha azért a több ezres felhasználói számot meg tudnánk ütni viszonylag hamar, és szeretnénk, hogyha a bejegyzett helyek száma is azért megugorna minél hamarabb. Nincsenek olyan elvárásaink, hogy 5000-et érjünk el 3 hónapon belül, de nyilván 2-3 hónap múlva vissza fogunk menni, és megnézzük, hogy milyen volt a bevezetés, és eredményes volt-e. Mi szeretnénk ezzel egy olyan új eszközt adni az emberek kezébe, amit használnak is. Tehát ez a történet akkor lesz sikeres, csak hogy a kérdésre válaszoljak, amikor a mindennapi közösségi, szervezési életnek a részévé tud válni, és hogyha be tudunk vonzani ezáltal olyan embereket is a magyar életbe, és most a magyar életet itt tényleg tágan értelmezem, akik eddig nem voltak részei. És ilyen szempontból tényleg nagyon fontos volt kezdettől fogva az, hogy minden üzenet, minden, ami kommunikáció, az angolul menjen, és mindenki számára elérhető legyen, hogy a célközönségben ugyanúgy benne legyen az a
középkorú házaspár, aki Viking River Tours-zal elment, és megnézte Budapestet, és borzasztóan örült neki, és nagyon tetszett neki, és fú, egy rigójancsit azt nagyon szeretne enni, vagy egy zserbót azt nagyon szeretne enni, amikor hazamegy, nem tudom, Los Angelesbe, és kíváncsi arra, hogy akkor ezt hol lehet elérni. Vagy mondjuk a filmek érdeklik, és az ottani filmfesztiválra elmenne, de semmit nem tud róla, mert egyébként nem része a magyar közösségnek, nem beszél magyarul, nincsenek magyar felmenői. De akár olyanok is, mondjuk a Reconnect Hungary program kapcsán, ugye nagyon sokan elmentek Budapestre, felszívták magukat, és aztán van, hogy olyan helyen élnek, ahol nem nagyon van magyar élet. De mondjuk vannak magyar emlékhelyek, mondjuk vannak olyan szolgáltatások, amit történetesen magyarok üzemeltetnek, és akkor megint vannak olyan új kapcsolódási pontok, amiben bele tud kapaszkodni. Tehát tényleg szeretnénk ezt egy közösségtágító eszközzé, hogy ez eszközé váljon, és szeretnénk, hogyha ez újabb hidakat tudna építeni a magyar közösség, az expat, frissen kiköltözött magyar párok, és talán azok között is, akik mondjuk ösztöndíjjal jönnek ki rövidebb, hosszabb időre. Ugye mi az alapítványnál most már különböző szinteken elég sok olyan ösztöndíjat szponzorálunk, ami 2 hónaptól 12 hónapig nyújt támogatást, és például, aki egy PhD hallgatói ösztöndíjjal jön ki, és itt fog tölteni egy évet, és családdal jön, az nyilván szívesen menne hétvégenként kirándulni olyan helyekre, amik mondjuk magyar vonatkozásúak, vagy ha eljönnek Washingtonba, és nem itt élnek, akkor ha már itt van, és ha már elmegy a Kapitóliumba, akkor már tudjon arról, hogy ott van egy Kossuth szobor, vagy az Arlingtoni temetőben mennyi magyar sír van, vagy hogy a koreai és a vietnámi emlékműnek vannak komoly magyar vonatkozásai. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amik úgy gondolom, hogy az itteni létnek, az itteni amerikai létnek is egy kiegészítő szerepet tudna játszani, és nyilván a kulturális kapcsolatokat is tudnak mélyíteni hosszú távon. Ez mind nagyon jól hangzik, és remélem, hogy a hallgatók, nézők csatlakoznak hozzá, és minél többen fogják használni ezt a felületet. Felületet említve, per pillanat az Apple eszközökön működik, iOS device-okon. Van-e számítás az Android felületre is átvinni valamikor ezt az applikációt? Igen, az volt a tervünk, hogy nézzük meg, hogy milyen a közönség válasza, van-e tényleges igény rá, hogyha jó sokan letöltik és jó sokan használják, akkor mindenféleképpen el fogjuk kezdeni az Android fejlesztését is, és nyilván minél gyorsabban történik az, akkor annál nagyobb a nyomás rajtunk is, hogy ez megtörténjen minél hamarabb. Az applikációnak a híresztelését, terjesztését természetesen a social felületeken, meg a médiát használjátok, más közösségeket próbáltok bevonni? Igen, azt szeretném hangsúlyozni, hogy kezdettől fogva az amerikai magyar szervezeteket nagyon proaktívan próbáltuk az egész gondolkodási folyamatba és a fejlesztési folyamatba bevonni, és ezúton is nagyon köszönöm az ő segítségüket, ti segítségeteket ebben. Nagyon fontos volt, hogy jöjjön már kezdettől fogva egy olyan feedback, hogy nekünk erre lenne igazából szükségünk, vagy arra lenne szükségünk, ez tök fölösleges, vagy ez majd később bőven elég lesz. Ezzel az is a tervünk, ugye most az elején meghirdettük ezt a repülőjegyes egy hónapos versenyt, de tervezünk olyan versenyeket is, amik akár tematikusak, tehát mondjuk jövőre 1848-as tematikájú versenyt március környékén, vagy zenei emlékéveknél csak zenei helyekre, ki tud minél több Bartókkal kapcsolatos zenei helyet feltölteni. De terveztünk olyat is, és tervezünk is, hogy cserkész csapatokat tudunk majd versenyeztetni, ki tud csapatonként többet feltölteni. Úgyhogy ebben szerintem nagyon sok, akár iskolákat is egymás ellen jó értelemben, ezeket fogjuk majd pénzdíjjal is díjazni. Mert nagyon sok kreatív funkció van, én azt gondolom, hogy ez az oktatásra is nagyon hasznos tud lenni amerikai-magyar iskolák számára, tehát hogyha nyilván 48-at vagy 56-ot tanítják, akkor az, hogy rá tud nézni Hugóra és meg tudja nézni, hogy le tudja szűrni a történelmi emlékhelyek közül, hogy hány 56-os emlékmű van Amerikában,
az már önmagában egy óriási nagy történet. Úgyhogy, de ha már csak ránézünk magára a térképre, hogy mennyi hihetetlen érdekes magyar lábnyom van ebben az országban, ami lehet 2 éves, lehet 3 éves, lehet 203 éves. Most Louisianában voltam a hétvégén, és ott van az egyik legrégebbi Árpád-Hon nevű magyar település vidéken. És ez egy dolog, hogy ennek van egy több mint 100 éves hagyománya, de ott van mellette a Fekete Farm, ami egy eperföld, és egy magyar farmer vezeti. Úgyhogy kicsit az, hogy megtaláljuk a történelem, a történelmi hagyományok, a közös történettudatunk, és a mai releváns pontok között a hidat és az utat, az szerintem egy nagyon fontos küldetése volt kezdettől fogva az alapítványnak, de ez egy praktikus problémára akar egy praktikus megoldás lenni. Kedves Anna, nagyon örülök, hogy beszélgethettünk erről a programról, és remélem, hogy egy holnap múlva be tudtok számolni, hogy milyen sikeres, milyen sokan csatlakoztak hozzá, és meg fogjuk tudni azt is, hogy ki a győztese a versenynek, és reméljük, hogy nagyon jó hírekkel tudunk újra beszámolni a hallgatóinknak. Mi is nagyon reméljük, köszönjük szépen a Bocskai Rádiónak és Apra Magyar! Köszönöm szépen!